mi 73. március 11-én 17 fővel alakultunk meg annak idején, és ez a létszám abban az időben elég szépen gyarapodott, úgyhogy a 80-as évek elejére már elértük a 40-es, sőt meghaladt egy évben a 40 főt is a létszámunk. Nem sokkal később országos húsgalambtenyésztési program indult, ez pedig nagy lendületet és sok-sok új tagot adott a Tolnai Egyesületnek. Majdnem az egész Tolna megyét sikerült beszervezni a galambhús termelésbe, amit hajnalba indult a szekszárdi kocsi Paksról, és ment lefele, mert Pécs alatt ott volt a Baromfi feldolgozó vállalat, cég, és azokkal meg tudtak egyezni abban, hogy végső fokon először két hetente egy napra délelőtre, utána, amikor gyarapodott a galamb, a húsgalamb létszám, akkor pedig hetente egyszer ők fogadták és ők dolgozták fel. Megpucolták, belső részeket kiszedték, és ez mind ment egy az egybe exportra. Olaszországba, Svájcba és Spanyolországba is bőven jutott a Tolna megyéből származó galambhúsból. Csak hogy néhány évvel később a korábbi 4 dolláros darabár helyett már csak 3-at akartak adni a felvevők. Ez pedig az üzlet lassú elhalását hozta magával. Ekkor pedig elkezdődött a galambkiállítások időszaka. Minden évben, majdnem minden egyesület, úgy a miénk is, úgy méretteti meg magát e tekintetben, hogy kiállítást rendez, ahol a kiállításra, mielőtt megnyílna a kiállításra nagy közönség előtt, hivatásos bírálókat kérünk fel, azok megjönnek, és egyenként leminősítik, hogy mennyire felelnek meg a szakmai követelményeknek. Persze ezt megelőzően, legalábbis nálunk, a mi egyesületünknél, valamikor a korábbi években úgy csináltuk, hogy csütörtökön jöttek ezek a bírálók, előzetesen iskolákat, óvodákat meghívtuk, és akkor pénteken az övék volt az egész kiállítás. A gyerekek pedig, mint ahogyan az lenni szokott, imádták a ritkán látott szárnyasokat nézegetni. Szóval Tolnán rendszeressé váltak a galambkiállítások, sőt a városban az ország más részeiről érkező tenyésztők is bemutatkoztak. Környező, Kecskemét, Kiskörös, Kalocsa, Baja, Mohács, Barcs, Pécs, Villány, Nagykanizsa, Kaposvár, Székesfehérvár, Soroljan, Bátaszék, Bonyhád. Tehát ezekről a környező egyesületekhez, valahol olyan kapcsolat jött létre, hogy az szinte természetes, hogy na, jött a Tolnai Egyesület 5 fővel hozott 40 galambot, hát az minimum, hogy ennyivel mi is visszamegyünk, ha majd lesz az ő kiállításuk. És ebből mi alakul ki, hogy megint a másik oldalát nézem, hogy úgy mondjam, hogy komoly barátságok kötődnek, Ánó Kecskemét, vagy Nagykanizsa, vagy éppen Kaposvár. Szóval emberi kapcsolatok jönnek létre. A galambtenyésztés, nem azt mondom, hogy következménye, mert nem jó szó, lehetőségei mellett. A galambkiállítások aztán idővel még a szocializmus idején Tolnáról Szekszárdra költöztek, a régi piactér emeletére, és ebben a sors, vagyis inkább a szerencse keze is benne volt. Elmentem Szekszárdra a városi, még akkor tanácsolt, és megkérdeztem tőlük, hogy anyagi hozzájárulás alapján a szekszárdi piactéren lévő üveges területen téli időszakban rendezhetünk-e galambkiállítást. Elirányítottak
egy arra a területre kinevezett, vagy fölvett alkalmazotthoz, akiről kiderült, hogy nagy dorogi, galambjai is vannak. Na, de jó helyre kerültem. Szóval a lényeg az, hogy vele beszéltem, nem messze van ugye a vár köz, lementünk oda is, megnéztük, elmondtam, hogy miről van szó. Azt mondta, hogy rendben van, legalább egy héttel előtte szóljak, hogy mikortól meddig vesztük igénybe. Ugye benne volt, meg nem tudom, lehet, hogy most is, tehát amire a ketreceket föl tudtuk rakni, ugye, az árusító asztalkák, úgyhogy nem kellett se széket, semmit, tehát magyarul csak össze kellett állítani, és egy gond volt, ami többletköltséget okozott, hogy innét Tolnáról, mert itt voltak ugye a Ketresz parkot, meg ami kellett voliereket a Baromfinak, egy teherautót kellett fogadni irány Szekszárd, még hétközben hagyján, de vasárnap délután már volt, aki eljött, de akkor megmondta, hogy mi, akkor mibe kerül. Időközben a tolnai galambászok rendszeresen megfordultak Szekszárdon és Bogyiszlón is, sőt az évek alatt az egyesület elnöke bírálóképesítést is szerzett. Én úgy voltam vele annak idején, hogy Budapestről, a szövetségtől kértem bírálókat, és onnét is küldött Budapestről, tehát amikor először jöttek, van idegenek voltak nekem is. Utána összebarátkoztunk, de ez nem jelentette azt, hogy bárkire is, hát kedvezményes hatása legyenek, vegyék figyelembe, hogy na szegény, hadd kapjon már valami díjat, ugye? Hát ennek nem sok értelmét láttam, ma sem látom végső fokon. Főleg akkor, amikor most ettől, ha eltérek, ketten voltunk valamikor 20 évvel ezelőtt, vagy még több is, Kalocsán volt bíráló-képző tanfolyam. Hát mi ketten bejelentkeztünk, elmentünk, vizsgát tettünk, és mi is jártunk. Tudomásukra jutott a környező egyesületeknek, környező, hát igaz, hogy a Barcs az nem környező, meg a Mohács se, meg a Pécs se, meg a Nagykanizsa se, meg a Kaposvár se, de hívtak utána minket is bírálni, és szerencsére, legalábbis úgy tűnt, mindenhol megfeleltünk, mert nem voltunk hajlandók ilyen kompromisszumokat kötni a munkár végzése során. A tolnai galambászok az elmúlt években már Kakasdon szerveznek kiállításokat, most pedig azon dolgoznak, hogy fiatalítani tudjanak a tagságukon. A legtöbben ugyanis már nyugdíjasok, és mindössze 10 vannak.